feladatunk az, hogy folyamatos munkavégzés végezzünk, hiszen az első 24 vagy akár 48 óra kritikus, és azonnal meg kell kezdeni a munkát, különösen ilyen szélsőséges helyzetben, amikor utórengések vannak, és rendkívül zord az időjárás. Magyarország továbbra is kész minden segítséget megadni annak érdekében, hogy sikeres legyen a túlélők utáni kutatás, és aztán a sebesültek ellátása, illetőleg a sérült infrastruktúra helyreállítása. A helyszínen gyakorlatilag 3, illetve 4 felé tudunk osztódni, csoportokat tudunk létrehozni. Ennek megfelelően a kutyákkal, illetve a különböző speciális hangdetektorokkal, illetve kamerákkal kutatjuk fel a esetleges túlélőket, illetve az elhaltakat, és szakszerű kiemelésükről fogunk gondoskodni. Az első időben a keresés a legfontosabb, tehát a túlélőknek a romok alóli kimentése és annak az egészségügyi ellátása, meg természetesen a sérülteknek is az ellátása, mert igazából nagyon hideg ott az időjárás ott azon a részen, és igazából tényleg ezek az épületek is nagyon komolyan romosodhattak, és sokan lehetnek még a romok alatt. Földrengések után általában 5 napig van esély arra, hogy a mentőcsapatok túlélőket találjanak a romok alatt. A fagypont alatti hőmérséklet közegészségügyi szempontból segíthet, a törmelékek közé szorult emberek azonban így gyorsabban kihűlhetnek.